Híradónkat látják, köszöntöm Önöket! Az ESI, az Egészségügyi Alapellátási Intézet, a Közterületfelügyelet, a Mékier Kft., a JMSK és a Városgondokság vezetői tartottak beszámolót a Pápához tartozó három városrész testületi ülésein. Tapolcafőn kedden, Borsos-Győrön és Kéttornyulakon szerdán ült össze a testület, hogy javaslatot tegyen a városi döntéshozóknak a holnapi önkormányzati ülés előtt. Tegnap tartotta ülését Tapolca főrész önkormányzata, ahol a testület hat beszámolót hallgatott meg. Szalainé Tihanyi Andrea a képviselő testület kérdésére elmondta, az ESI gyermekjóléti központjában és az idősek otthona egyik telephelyén küzdenek munkaerőhiánnyal. A Mékier Kft. Részéről Egyed Tamás ügyvezető úgy nyilatkozott, a temető területén végzett munkálatok rendben mentek, rongálás, kirívó esemény nem történt. Hasonlóképpen nyilatkozott Nagy Lajos is, a falu gondnoka. Azokat a közterületeket kezeljük, amit a lakosság nem tud, vagy nem, hogy mondjam, a jogalkotó nem ő rájuk terhel. Hát legnagyobb részt fűnyírás, buszmegállók karbantartása, télen jégmentesítés, játszótér fenntartása és ehhez hasonló. A JMSK részéről Szabadkai Berita igazgató összegezte a település részen végzett munkát. A közművelődési tevékenységek képezik a feladatkörünket, és ezek közül szerintem a legerősebbek a művelődő közösségekkel való foglalkozás, illetve számos rendezvényt szervezünk. Rendszeresen hét közösség működik a Tapolcafői Művelődési Házban, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép eredmény a falu nagyságát tekintve. A legnagyobb rendezvény a falunap volt a település részen, amely az egész közösséget megmozgatta. Jelenleg a december 5-i Mikulás ünnepségre készülnek Tapolcafőn. Borsos-Győrön és Kéttornyulakon ma ült össze a testület. Szalainé Tihanyi Andrea az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről tartott beszámolót. Újvári Hajnalkát dr. Gerges Sándor esetleges nyugdíjba vonulásáról kérdezték. Az ülésen kiderült, a házi orvos egyelőre marad a praxisában. A közterület felügyelet tevékenységéről Koppány János vezető helyettes számolt be, aki elmondta, a jövőben hatékonyabban működhetnek, hiszen gépjármű is segíti majd a munkájukat. Máté István a testület elnöke a volt téglagyár területén kialakult problémákra hívta fel a figyelmet. A téglagyárnak az egyik területről, amiről beszéltem, ugye az magánkézben van pont, ami nincsen betartva. Én itt kértem a segítséget tavaly előtt is, mert valahogy nagyon rosszul néz ki, hogy a falu úgy mondom összes telke rendben van, mindenki gondozza, és akkor van egy olyan területünk, igaz, hogy nem közterület hozzáteszem, ami viszont 2 méteres gaztengerből áll az egész, és ha már valaki benéz a télagyár bejáratán, akkor már nem lát más, mint hatalmas rendetlenséget. A Mékier Kft. Munkájával elégedett mindkét település részen a testület. Borsos-Győr önkormányzata kezdeményezte a falun áthaladó út melletti előregedett fák kivágásának folytatását és a facsemeték telepítését. A jövő évi fejlesztések között a Dákai út végének 100-150 méternyi útjavítása is szerepel. Kéttornyulakon a művelődési ház udvarát szeretnék új célokra fordítani. Az ott álló épületet lebontották, a telket rendbe tették, és hamarosan kiderül az is, hogyan fogják hasznosítani a felszabadult területet. Már az elmúlt héten elkezdődtek az előkészületek az adventi időszakra. A Városgondnokság munkatársai felállították az árusoknak és portékáiknak helyet adó faházakat, felkerültek a kandeláberekre a világító díszek, áll a város karácsonyfája, és a héten a Kossuth, a Deák Ferenc és a Mándi Márton István utcára is kifeszítik a fényfüzéreket. Az idei adventi időszakban több látványos újdonságra is számíthatnak a belvárosban közlekedők. A főtértől a kazamatáig fényárban úsznak a fák, és a villanyoszlopokat is világító elemek díszítik az idei karácsonyi ünnepkörben, mondta el ma reggel Bakó István, a Városgondnokság igazgatója. Az idei díszkivilágítás nagyobb terjedelmű, és sokkal látványosabb lesz, mint az eddigiek. A templomtól jobb és bal oldalra a kis fákra rakunk ki ilyen fényfüzéreket. Ebből is lesznek új szakaszok, az alsó része a kazamaták fele, ott a fák azok egy új világítást kapnak, eddig nem volt ilyen diszkivilágítása térnek ezen a részén. Aztán jöttek a kandelláberre kihelyezhető elemek,
ezeknek a kisebbeket, tehát a kisebb kandelláberekre azok a, mi helyeztük ki, ugyanúgy az utolsó négy kandelláberre és a templom előtt lévő két magas kandelláberre a vállalkozó, aki gyártotta, ő helyezte ki ezeket, illetve üzemelte be. Egyébként ennek a főpróbáját csütörtökre tervezzük, akkor megnézzük, hogy hiba nélkül üzemel-e minden. A Kossuth utcai elemek a Deák Ferenc és a Mándi Márton István utcára kerülnek, a Kossuth utcára pedig új dekoratív fényfüzéreket aggatnak. Azt gondolom, hogy a főtér mellett ezek azok a belvárosi utcák, amik a vásárlási időszak tekintetében a legforgalmasabbak. Az adventi időszak során ugye a vásárlók ezeket az utcákat keresik fel leggyakrabban. Ezért úgy gondolom, hogy az ünnepélyességet, a várakozás hangulatát ez csak növelni fogja, ez a szépen kihelyezett kidiszkivilágítás. Az új világításhoz néhány ingatlan tulajdonostól engedélyt kellett kérni, hogy a tartókampókat kihelyezhessék a házak falára. Magasabbra kell kihelyezni ezeket az új diszeket, illetve lényegesen erősebb tartókonzolokat kellett kihelyezni. Ezek is megtörténtek, mindegyik engedély a birtokunkban van. 16 átfűzésről van szó, anyagilag sem csekély összegről van szó, így azt jelenti, hogy idei évben 8 elem kerül kihelyezésre, és jövőre pedig a másik 8 elem, így a Városgondnokság büdzséjéből tudja finanszírozni ennek a költségeit. Az adventi bódék kihelyezése is nagy logisztikát igényelt a piaci árusok jelenléte miatt. A színpad és a 16 faháza tér egyik oldalán kapott helyet. A mai napon a város karácsonyfája is megérkezett. A szabályos fenyőfa 10 méter magas, és a főtéri hangulat fontos eleme lesz majd, tette hozzá Bakó István. Felolvasó maratont szervezett Jókai Mór műveiből a Pápai Szakképzési Centrum Jókai Mór Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma. A program apropóját két jubileum adta. Egyrészt 80 éves az intézmény, másrészt a Jókai emlékév, mely arra emlékeztet, hogy 125 évvel ezelőtt választották az írót pápa díszpolgárává. A rendezvény kedd délelőtt 10 órakor kezdődött, és este 10 óráig tartott. Ilyen hangulatos olvasósarok várta azokat, akik részt vettek a Jókai Művek felolvasó maratonján. Az iskola Jókai Mór nevét 1958-ban vette fel, s most ezzel a programmal is méltókép tisztelgett a nagy mesemondó az egykori pápai diák emléke előtt. A rendezvény résztvevőit Unger Tamás alpolgármester, az iskola korábbi igazgatója köszöntötte. Mint mondta, talán kicsit a város és a református kollégium is hozzáadott ahhoz, hogy végül Jókai nem festőművész lett. Már itt is érdeklődött az irodalom iránt, hiszen Petőfi jó barátja volt. Petőfiről tudjuk, hogy Petrovicsból Petőfi pápán változott, hiszen itt írta először a Petőfi nevet, és nem Petrovics Sándorként határozta meg magát. És én azt gondolom, hogy mondhatjuk büszkén pápaiak, hogy egy picit azért a pápai református kollégium is hozzájárult ahhoz, hogy Jókaiból végül is író lett és nem festő, bár élete végéig nagyon szívesen rajzolgatott és festegetett. A program már csak azért is fontos és hasznos, tette hozzá az alpolgármester, mert Jókai szavai így életre kelnek, hatnak, és rácsodálkozunk szókincsére, tudására, humorára. Az első találkozás egy íróval mindig a műveink keresztül történik meg. Nem egyből az ő személyiségét kezdjük el elemezni, hanem azokat a műveket szívjuk magunkba, vagy azokat a sorokat, amelyeket ő leírt, és az első találkozás lesz a meghatározó, és ott dől el, hogy nekünk egy író, egy költő szimpatikus lesz, esetleg további műveket, sorokat fogunk tőle olvasni, vagy sem. A szervezők a város intézményeit, diákokat, tanárokat, szülőket, irodalombarátokat invitáltak a programra. Több mint 100 felolvasó vett részt a 12 órás maratonon. Én azt tapasztalom, hogy kevesebb Jókait olvasnak most a gyerekek is, meg talán a felnőttek is, és abban bíztunk, hogy aki szeret olvasni, az olvas Jókait is. És ez volt talán az elsődleges cél, hogy olvastassunk Jókait. A résztvevők olvastak regényrészleteket, novellákat, adomákat, rövid történeteket. A felolvasók közt a legnépszerűbb regény az Aranyember volt. Célegyenesbe fordultak a pápai fúvósok a felkészüléssel. Az elmúlt hétvégét huszárok előpusztán a vadászházban töltötték, hogy minél jobban be tudják gyakorolni azokat a Queen dalokat, amelyekkel január elején szeretnék elkápráztatni a pápaiakat. Okay,
Már évek óta hagyomány, hogy az újévi fúvósó előtt egy elvonulós, többnapos, intenzív próbát tartanak a pápai fúvósok, hogy alaposan fel tudjanak készülni, és a csapat egysége is erősödjön. Szerencsére idén szeptemberben is nagyon sok új tag érkezett a fúvózenekarba, és itt lehetőség nyílik egy ilyen hétvége alkalmával, hogy az újak is beilleszkedjenek egy kicsit jobban a csapatba, megismerjük őket is, és ők is jobban megismerjenek minket. Van lehetőség arra, hogy beszélgessünk, és nyilván a lakva ismerszik meg az ember, és jobban tudjuk egy kicsit a kapcsolatokat és a közösséget így építeni és ápolni. Akik már hallották a pápai fúvósokat január 1-én, tudják, hogy a gazdag programban megtalálhatók a komoly és könnyed művek egyaránt. Az első fele az most is egy kicsit a koncert fúvózene lesz, de igazából itt meg szeretnénk mutatni, hogy egy koncert fúvózenekar, mint a miénk is, mennyire sokszínű tud lenni, ezért a hagyományos koncert fúvós darabtól kezdve egészen az új, a könnyű zenéig be akarjuk mutatni, hogy milyen sokszínű is tud lenni a mi zenekarunk. A második fele pedig hagyományosan valami köré építettük, ez most már úgy gondolom, hogy azért a plakátból kiderült, hogy Queen-nel szeretnénk foglalkozni, azaz Queen fog elhangzani a második felében, tulajdonképpen a Queen együttesnek kiválogattuk a legjobb dalait. Színesíti a programot Reshajnalka és Solti Ádám, de elfogadta a felkérést Ekanem Bálint és Fodor Bernadett is. 2019. január 1-én ezúttal a sportcsarnokba várják a nézőket a pápai fúvósok. Úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk, hogy a sportcsarnokban mit tudunk kitalálni és mit tudunk vele kezdeni. A nyári fesztivál alkalmával volt lehetőségünk arra, hogy megpróbáljuk, hogy működik-e a fúvószenekar egy ilyen sportcsarnokban, és az volt a tapasztalat, hogy lehet ebből jó hangot készíteni. Így idén ez lett a döntés, hogy a városi sportcsarnok a helyszín, hiszen jóval nagyobb néző számot tudunk leültetni egy-egy koncertre, és azért elég nekünk is két koncertet tartani január 1-én és január 5-én. Pezsgés a formák, a színek világában címmel nyílt kiállítás a Jókai Mórvárosi Könyvtárban. S valóban egy érdekes kavalkád várja a látogatókat a Verdeco Művészeti Köralkotó Egyesület tagjainak köszönhetően. Az egyesület budapesti székhelyű, de Pápán is szervezett tanfolyamot, így most főként helyi alkotók munkái tekinthetők meg a könyvtárban. Örömmel adtunk helyet egy kiállításnak, egy szokatlan, de látványos kiállításnak, amelyben látszik az, hogy az alkotó művészeknek a fantáziája, az alkotó művészeknek a munkája eredményt hozott. E szavakkal köszöntötte dr. Herman István igazgató a megjelenteket. A kiállításon a Verdeco Művészeti Kör által szervezett pápai kurzus résztvevői, illetve néhány távolabb élő alkotó mutatkozik be. A Verdeco nem más, mint egy az alapító Veres Gabriella által létrehozott stílusirányzat, mely áttörés a klasszikus dekopázs és egyéb technikák közt. A dekopázs, a szabad kézi festés és a textilszobrászat ötvözete. A Verdeco Művészeti Kör Alkotó Egyesület 3 éve alakult, és azért jöttünk létre, hogy az amatőr művészeknek lehetőséget adjunk a megmutatkozásra, és elindítsuk őket a profivá válás útján. A különböző művészeti ágak, mint iparművészet, képzőművészet, fotóművészet és népi kézműves, jól megférnek egymás mellett, és gyakran egységet is alkotnak egyesületünk életében. Számunkra fontos művészeink szakmai fejlődésének biztosítása, ezért rendszeresen oktatásokat tartunk bel- és külföldön egyaránt. Pápán 3 évvel ezelőtt indult a tanfolyam. Azóta havonta találkoznak a résztvevők, az alkalmakon Veres Gabriella vezeti be őket az egyéni stílusú tárgykészítésbe. A kiállítást Áldozó Tamás polgármester nyitotta meg, aki hangsúlyozta, hogy fontos az önkifejezés, de fontos a következő lépés is, az, hogy az elkészült műveket megmutassák a közönségnek. Hogy ami elkészült, azt akarja megmutatni másoknak. És azzal az őszinte hittel akarja megmutatni másoknak, hogy én valamit ezzel hozzáteszek a világhoz.
előbbre viszem ennek a világba folyását. A szépre törekszem. Azt szeretnék, hogy a szépből legyen több. Mivel a kiállítók közt van egy indonéz művész is, a tárlat megnyitón részt vett Wening Esztiprobo Fatandari indonéz nagykövet is. Először járt Pápán, mint mondta, nagyon örült, hogy itt lehet, s annak is, hogy a kitartó alkotók lehetőséget kaptak a bemutatkozásra. A megnyitón műsort adott többek közt az Arum Melati indonéz tánc együttes is. A madár megfigyelő projekt keretén belül a város óvónőinek szerveztek ismeretterjesztő előadást. Ennek célja a téli madáretetés megismertetése, a madarak felismerése és ezeknek az ismereteknek az átadása volt. Az előadást Mészáros József, a madár megfigyelő állomások elkészítője tartotta. A projektnek természetesen folytatása is lesz. Tényleg még jobban kell figyelni a madarak etetésére. Nem mindegy, mit kapnak táplálékul, kezdte előadását Mészáros József. A Vajdai és a Szivárvány óvodában álló madár megfigyelő állomások készítője fontosnak tartja felhívni a figyelmet a helyes táplálék kiválasztására és a madarak felismerésére. Olyan dolgokat kell a madaraknak adni, ami nem jár az ő megbetegedésükkel, esetlegesen pusztulásukkal. Tehát itt az előadás során erre is ki lesz térve, hogy mivel célszerű etetni őket, például olajos magvakkal, szotyival, illetve hogy mivel nem, például chipszel, popcornnal, sós ételekkel, ugyanis télen a víz pótlásáról is gondoskodnunk kellene, de ha ez nem történik meg, akkor a túlsós ételek akár a madarak pusztulását is okozhatják. De kenyeret és kenyérfélét sem szabad adni a madaraknak, sem az énekes, sem a vízi madarak gyomra nem bírja azokat az ételeket, derült ki az előadásom. Ami természetes, az szabad nekik, az ember által fogyasztott táplálékokat célszerű elkerülni a madár etetésnél. Tehát lehet nekik adni zsírt, meg cinkegombócot, aminek ugyanúgy fagyú vagy zsír az alapja, de ezt natúran, esetleg magokkal összekeverve. Tehát emberi táplálkozásra alkalmas ételeket ne adjunk a madaraknak enni. A programon a Vajda lakótelepi óvoda óvónői mellett a Nátus kerti és a Tókerti óvodából is érkeztek óvónők. A madár megfigyelő állomások átadása után már többször jártak a gyermekek a kisházban, ahol ismerkednek a fajokkal. Saját kis madáretetőnkbe is megjelentek elsősorban a széncinkék, és tegnap az első csúszkát is sikerült meglátnunk. Azért nagyon fontos, hogy tudjunk erről, mert hogyha mi óvónéink nem tudjuk megkülönböztetni a madárfajokat, akkor nem tudjuk a gyerekeknek ezt megtanítani. Tehát nagyon fontos, hogyha látjuk, hogy megérkeznek, akkor elmondjuk, hogy hát nézd, ez egy széncinege, onnan ismerjük meg, hogy fekete kis sapkája van. Mi bekülönbözik mondjuk a kék cinke a széncinkétől, mert ezzel egy olyan alapos tudást adunk a gyerekeknek, amit akár egyik évről a másikról sem felejtenek el. A projekt folytatásában a Vajdaóvi és a Nátus kerti óvi testvércsoportjai találkoznak, lesz madár megfigyelés, madár karácsony és cinkegombóc készítés is. Csatlakozott az Európai Hulladékcsökkentési Héthez az Acsádi Ignác szakképzőiskola. Az ökocsoport tagjai, valamint a vendéglátós tanulók vettek részt a kezdeményezésben. Utóbbiak maradék alapanyagok felhasználásával készítettek kóstolókat diáktársaik számára. Az ökocsoport tagjai a szemeteléssel és az illegális szemétlerakással kapcsolatban egy tablót készítettek, melyet az iskola aulájában állítottak ki. Az Európai Hulladékcsökkentési Héthez az iskola ökocsoportja csatlakozott, mely során felhívást intéztek az acsádis tanulókhoz. A hét folyamán beneveztünk erre az Európai Hulladékcsökkentési Hétre az interneten keresztül, és ennek keretében az öko munkacsoport megkérte a diákokat és az öko képviselőket, hogy készítsenek különféle fényképeket, felvételeket, és küldjék be Messengeren egy mappába a hulladékcsökkentéssel kapcsolatos képeiket, tehát hogy ki hol szemetel, milyen illegális ilyen szemétlerakókat találunk, és nem csak az iskolán belül, hanem az iskolán kívül, városban, vagy éppen a faluban, ahol laknak. Nem csak az iskola aulájában, illetve a folyosókon található, tehát az, hogy a szemetes kuka mellé dobálják a diákok a szemetet, hanem a városban, illetve az iskola előtt, tehát a szemetelést, a csikkeknek az eldobálását, vagy nagyobb ilyen hulladékoknak az elszórása is megjelenik itt a fotókon. A beküldött képekből készítették ezt a tablót, mely az aulában látható. Ezt így összegyűjtöttük, és akkor kiragasztottuk őket, hogy felhívjuk a tanulók és az ide látogatók figyelmét arra, hogy ne szemeteljenek, mert káros a környezetre. Az ökocsoport tagjai nem csak a fényképek gyűjtését végezték, hanem felhívták diáktársaik figyelmét arra,
hogy kevesebbet szemeteljenek. Minden osztálynak van két ilyen ökóképviselője. Ők is felhívták a többieknek a figyelmét, és ők maguk is szóltak a többieknek, hogy a padokból is ki kell szedni a szemetet, illetve hogy a radiátorokban egy gyömöszöljék bele például a kávéspoharakat. Az alkalomra a vendéglátós tanulók az adományként kapott almából süteményt sütöttek és szendvicseket is készítettek. Ezen a napon hirdették meg a karácsonyi adománygyűjtő akciót is. Az összegyűlt játékokat, könyveket és ruhaneműket a Pápa környéki gyermekjóléti szolgálatnak fogja átadni az Acsádi Ignác szakképző iskola. Emellett a Pápai Humán Állatvédő Egyesület részére is adománygyűjtésbe kezdtek, tudtuk meg a programon. Holnap napos idő várható, jöjjön az időjárás jelentés. Csütörtökön eleinte sok lesz a napsütés, majd délkelet felől többfelé megnövekszik a felhőzet, és néhol szálingózhat a hó. Északon időnként élénk lesz a keleti szél. Hajnalban -1, -9, napközben -1, +3 fok várható. Kedves nézőink, ezek voltak mai híreink, nézzék továbbra is műsorunkat, viszontlátásra!